betegségrendben a vizek szerves anyagtartalmát mutatjuk ki. A szerves anyagok bekerülhetnek a tóba különböző szennyező forrásokból, például szennyvizekből, vagy éppen az elpusztult növények és állatok lebomlásából is bekerülhet. Minél magasabb a víznek a szerves anyagtartalma, annál több oldott oxigént fogyaszt el a vízből. A kísérletünkben a szerves anyagtartalmat kálium-permanganát oldattal mutatjuk ki. A kálium-permanganátot csepegtetjük a kémcsövekbe, és számoljuk a cseppek számát. Amelyik kémcsőben lévő víz több kálium-permanganátot igényel, az a szerves anyagtartalomra sokkal gazdagabb. Az első kémcsőben esővíz található, ez inkább kontrolloldatnak tekinthetjük. A második vízben szenke víze található, ez egy tó a környékünkön. A Tiszát mindenki ismeri, Tisza vize és a Szamos vize található az utolsó kémcsőben. Nézzük meg, hogy melyik mennyi kálium-permanganátot fogyaszt el. Amikor megjelenik a kálium-permanganát színe, akkor már nincs szerves anyag a kémcsőben. Két cseppet cseppentettem bele, összerázom. Látható, hogy már két csepp hatására megjelenik a kálium-permanganát színe. Szintén két cseppet cseppentettem a szentetó vizébe, megjelent, tehát szerves anyagtartalom nagyon kevés, hogy nincs benne. A Tisza vize következik, két cseppel. A Tisza vize sem szennyezett, szerves anyagtartalomra, kálium-permanganát színét látjuk. Nézzük meg a Szamost. Hát úgy tűnik, hogy a Szamos víze sem tartalmaz sok szerves anyagot, ezért nem fogyasztott több kálium-permanganátot, mint a többi vízet.